Köszöntöm Önöket, ez itt a Weekend. Gasztrokulturális élményeket fognak szerezni, igaz csak a tévéképernyőkön keresztül. A stábtagok megörülhetnek, hiszen finomabbnál finomabb étkek lesznek a Weekend első részében. A első vendégeim pedig hihetetlen csodákat tálaltak ide a stúdióba, hiszen az olasz étkeket és a lengyel étkeket fogjuk jobban megismerni. Vendégem Paulo, valamint Eva, szép napot! Szép napot! Buongiorno. Buongiorno. És lengyelül, ó, milyen jó. Vitam wszystkich. Mennyi mindent lehet így tanulni két más nemzetnek a képviselőitől. Melyikkel is kezdjük? Melyik a finomabb illatú? Nem is tudom. Kezdjük egy kicsit. Jó, Eva azt mondja, hát, és már egyből mutat a saját étekre. Milyen a lengyel gasztronómia? Milyen a lengyel konyha? Alapozzuk meg egy kicsit a beszélgetést, és akkor utána megnézzük, hogy mit tetszett nekünk itt csinálni. Hát a lengyel konyha egyébként nagyon sok zöldséget tartalmaz. Uh-huh. Nagyon sok zöldséget szoktunk használni az ételekhez. Hús is, nyilván. A fűszerezés is nagyon fontos az ételekben, mert ez az élet sója egyébként, a finom fűszerek. Azért is illatok is olyanok, hogy itt minden, annyi fűszer van ebbe az ételbe. Bigasz a neve. Bigasz. És amilyen sok régió Lengyelországban is van, régiókint is vannak különböző ételek, de a bigasz az... az egész Lengyelország jelen van ott jelen, van mindenhol. Igen. Mi is ez a bigasz? Mivel készült, mi az alapja, és egyáltalán mennyire finom étel? Hát amilyen az illata, most az íze is biztos, hogy nagyon finom, úgyhogy káposzta, samanyú káposzta van benne, édes káposzta, finom ilyen pecsenyehús, kolbász lengyel természetesen, erdei szárított gomba, aszalt szilva, babérlevél, bors, só. Tehát és tényleg ez egy ilyen ízkavalkádot lehet akkor kapni, hogyha valaki megkóstolja ezt az ételt. Mennyire más amúgy a lengyel és a magyar konyha, Eva szerint? Hát van különbség, már eleve, hogy a lengyelek nem használják annyi paprikát. Uh-huh. Úgyhogy már ez az egy dolog, amivel azért különbözik. Használják, mert akkor ilyen a pörkölt, tehát amikor készítenek, ami tévesen úgy van, hogy gulás, a lengyel pörkölt az gulás, és akkor ehhez használják a paprikát. De a többi ételhez nem igen. Úgyhogy az alap ilyen fűszer, lengyel fűszer, az só, bors, fekete bors, meg fokhagyma. Az olaszoknál meg talán az oregano az, amit nagyon szeretnek. Paolo, mesélj arról, hogy milyen az olasz konyha, mi az a fűszer, az amit nagyon szerettek. Ez a legkényelmes konyha. Ez a gyorsa, pajázó tészta, nagyon szereti a tészta az olaszok, magyar nem nagyon, egy kicsit kevesebb. Az olasz tészta mindenfajta van, tengergyümölcs, zöldség, mindenfajta. Ez a leggyorsabb a pizza, az a igazi olasz a pizza. A leggyorsabb, hát én nem tudom, gyorsabb. Múltkor olyan nehezen készült el nekem otthon. Hát sok ember volt. Pont ezt akartam mondani, hogy te ilyen pár perc alatt össze tudsz rakni egy perc kész van egy pizza. Nem kell, a konyha kell. Mi van az alaptésztájában? Ez például, ez a tavaszi pizza. Aha. Benne van sima mozzarella golyó, friss saláta, friss paradicsom. Ez a leg
diétázom. Ennél kell, kell ez a... És milyen az eredeti olasz tészta? Tehát, hogyha pizza tésztáról beszélek... A pizza tésztát csak Olaszországban több fajta liszt, csak liszt van benne, nem mondom, mi van benne, csak liszt, víz, egy kis olaj, ennyi. Meg egy több, kis só, élesztő, valami... Valami más. Valami más, ojjajjaj, ezt úgy látom, Paulo, meg, hogy teljesen mondani, saját nem, magának. Minden saját, minden... Titkos recept? Mindenki csinál pizza, minden a magyarok saját. És a lengyelek se tudják meg, hogy nem. Akkor ez olasz pizza, minden, hogy készül. Nem, a két olasz ugyanaz nem csinálom. Már mindenki csinál másik. De nem csak ezt készítetted, hanem hoztál egy pirítós. Nem, ez igen, a pirítós, ez a pirítós kenyér, ez is nagyon hogy szerintem fina. A bruschetta. Ez a bruschetta, van benne friss paradicsom, csípő szalámi, grill paprika, Kalifornia paprika, van benne az a grána sajt. Ez ugyanaz, mint a parmizán sajt, csak grána. Az a két cég, olasz cég van ez. Na ez engem az is érdekelne, hogyha mondjuk a lengyel társaság után magyarnak főz Eva, vagy Paulo éppen az olaszok után magyaroknak főz, akkor mennyire kell finomítani az ízeket, hogy olyan kicsit magyaros legyen? Hát én a magyar ételeket lengyelesítettem. Igen? Úgyhogy ja. Végül én is, hát az, hogy kevesebb paprikát használom, de azért én is szoktam használni a paprikát, és az, hogy nem zsíros az ételek. Úgyhogy na, ez a fontos. Én nem a zsír, nem használom akkor a zsír. Az olasz ugyanaz, az olasz nagyon igen, zsíros, olaj, nincsen olaj, semmi. Igen, hát, igen. Nagyon kevesebb úgyhogy zsír már benne. Eleve, meg hát sok étel, ami a vajba szoktam kisütni. Úgyhogy, de olaj az... Olívaolaj. Persze, olívaolaj. Sok hát az olaszoknál elengedhetetlen. Hát az olívaolaj mindenhol van, ez a... Igen, mindenhol az nagyon lehet használni. Ez nem az a napraforgó, ez nem, a igazi olívolaj. Meg szőlőmagolaj. Mi? Szőlőmagolaj. Na ez is nagyon finom. Nekem amúgy egyből erről az ételről, csak így ránézés, a toros káposzta jutott eszembe. Van benne valami hasonlít, de azért a hozzávalók, ami hát ez az asszalt szilva, tehát hogy már felt dobja meg bolondítja. Szegfőbors, szegfőbors, úgyhogy fekete bors, szegfőbors, babérlevél, fokhagyma, hagyma nyilván. Na és akkor természetesen, ahogy lehet látni, hogy a kolbász nem piros. Igen, úgyhogy a igen. Lengyelek a kolbász is nem teszik bele paprikát. A paprikát, csak igen, fokhagyma, sóbors, és akkor ezek a fő fűszerek, és ezért egy kicsit másképpen ízlik, más íze van, és hát ezt szoktam de hát én elhozni azt mondom, otthon. Lengyelország. Ez ugyanaz, például ez a sima csípőszalámi, ez így nincs benne paprika, jó, van chili benne. Van, csak chili. Nem az a paprika, az piros, mindenhol piros, piros, piros. Igen. Beszínezünk mindent, mi magyarok, de hát így finom. Én azt mondom, hölgyeim és uraim, hogy Lengyelország, valamint Olaszország sincsen olyan messze Magyarországtól, úgyhogy mindenképpen el lehet utazni, most jön a tavasz, nyakunkon a nyár, úgyhogy ha tehetik, akkor mindenképpen kóstolják meg a finomabbnál finomabb ételeket, akár Lengyelországban, vagy Olaszországban. Én köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Csak egy mondom, az olasz konyha, mint a magyar, az olasz konyha mindig friss kell csinálni, minden. Nincsen, nálam például, ott vagyok itt, nincsen mikro, én nem az nálam mikro, ott minden, csak friss, kell egy kis idő, kell várni, akkor friss csinálom, minden, csak friss. Csak hogy elmondjam, Eva is erre igen. törekedett, mert alig bírtuk behozni ezt a tálat, igen, olyan forró. Nem lehet reggel csinálni, és este adni igen, valami. Igen. Ehhez viszont elmondom, hogy ez téli étel inkább. Na, igen. Amíg a vendégeink folytatják a beszélgetést mögöttem, addig nézzünk meg önök kell egy kis bejátszást, hiszen a kreatív műhelyet is utolérte a tavaszi nagy takarítás. Kiderül, hogy hogyan folytathatjuk. Jó. És akkor ezt az étel viszont... Üdvözlök mindenkit, ez itt a Kreatív Műhely, ismét egy olyan kiadásban, amiben nem Vivien alkot, hanem valaki más próbál meg valami maradandót összehozni. Mi lesz a mai feladatunk? Hát Attila, tudod, a tavaszi nagy takarítás kellős közepén, egy tápülésben, azt gondoltam, hogy
férfi embert is be lehet fogni a tavaszi nagy takarítási munkákba, egy picit alkotásba és a kreatívkodásba is. Nem biztos, hogy a ablakot, ablakmosásra gondoltam, de valaki azt is bevállalja. De én azt gondoltam, hogy neked egy ilyen polc átalakítás mit szólnál hozzá. Találtam egy fiókot. Nekem már ezzel problémám van, mert ennek két fogókhelye van. Ez milyen polc, vagy milyen fiók? Ez olyan ilyen térelválasztó polc, aminek két oldalról lehet kihúznia. Értem. És abból egy ilyen régi megmaradt fiók, úgyhogy én ezt hoztam most neked, mit szólsz, ha ebből polcot fogunk készíteni. Oké. Én kezdem azzal, hogy megtakarítom. Direkt úgy hoztam neked, hogy a takarítási fázis is a tiéd legyen. Látszik, hogy a raktárba sokáig keresgettem, hogy mi is legyen, ja, mi legyen az. Azt, hogy gyakorlott takarító vagyok. Nem, sokáig kerestem, hogy mi legyen, és azt gondoltam, hogy ez pont készhez álló történet lesz. Ezek ilyen nyomok rajta, az maradhat, hogy igen, azt próbáljam? Nem. Egy dolgot fogunk csinálni, alapozóval le fogjuk kenni előtte. Ez az alapozó, ez azért különösen olyan esetben, ez egy ilyen folyadék. Ez azért fontos, hogyha netán lazúrozva van, vagy olyan más anyaggal van kezelve az a felület, akkor ez lezárja. Tehát nem úgy szokták mondani, hogy átvérzik a fa, hogyha átkenik, hogyha most nem akarunk ilyen horror sztorikat, ezért lealapozzuk ezt a polcot, ezzel a Premier alapozó bútorfesték alapozóval. Akkor először nézd meg, légy szíves, hogy olyan sikerült letörölgetnem, mert ezt még a barátnőm sem szokta rám bízni. Hát szerintem még ez némi kivetni valót ezt hagy maga után. Hogy te utánam takarítottad. Jó. Kezdjük az alapozóval. Jó, akkor ezt megszárítottuk, addig kell szárítani, míg nem ragad, tehát teljesen szárazra, és akkor sékálunk egy kis olívát, és a tetejére majd zúzmó, tehát egy olíva, össze kell rázni, ez is vízbázisú festék. Jó, és akkor azzal kezdjük a... És ezzel is átkenjük az egészet. Így van, átkenjük. Tehát az első két szint fogunk használni, ilyen zöldes árnyalatokat választottál, és ezt a két szint fogjuk majd utána összecsiszolni. Hú, ez nagyon jól néz ki. Ez nekem nagyon tetszik, szerintem jót választottunk. Szép színe van. Miután megszárítottuk, vagy megszáradt magától, kinek mennyi ideje van rá, mi most ezt hajszárítóval megszárítottuk ezt az első réteget, jöhet rá a következő rész. Azt ugye még az elején nem mondtam el, de célszerű, szélesebb ecsettel festeni, tehát nem egy ilyen pici ecsettel, lehet szivacs ecsettel is festeni, ilyen henger ecsettel, egész ilyen a nagy bútorokat, tehát egész szekrényeket lehet ezzel a festékkel festeni, egészen a szék lábakig, bármit át lehet velük festeni. Igen, mint azt a szekrényt is itt mögöttünk. Ez is most már szépen látszik, hogy matt. Kíváncsi vagyok, hogy hogy fog kinézni rajta a következő színű festék. Jó, ez a zúzmó lesz a következő, úgyhogy lehet... És ezt is hasonlóan igen, teljesen végig kell festeni az egészet. Tehát nagyon fontos, hogy megszáradjon az első réteg, mert akkor itt összemosódik a két festék egyrészt, másrészt nem lehet akkor szépen csiszolni. Majd... Mert hogy az lesz a trükkje az egésznek. Így van.
Felkerült a második réteg festék is, amit most megszárítottam. Megnézed, hogy jó? Teljesen meg kell szárítani, mert hogyha nem száraz, akkor nem lehet csiszolni. Nem lehet szépen csiszolni, összemosódik a tűnik. Jó, akkor innentől kezdve tiéd a csiszolóvászon. Jó, tehát nem kell erősen rányomni, megmutatom először, jó? Okay. Tehát nem kell erősen rányomni, egy picit. Fontos a mozgás iránya, hogy lefel, vagy körkörösen? Félszerűen egyenletesen végig csiszolni, látod, és mint a kréta úgy fog. Kérem, hogy látszom rajtam is, hogy dolgoztam. Tehát így óvatosan rányomom? Igen. Minél erősebben vagy minél durvább csiszolóvásznat használsz, annál jobban előtűnik az alsó réteg, tehát annál jobban kopottasabb hatása lesz. Kezd látszani valami. Uh-huh. Igen, egy ecsettel, hogyha lesettem, akkor látod, hogy ilyen kopottas hatása lesz. Tehát lecsiszoltuk úgy, ahogy nekünk tetszik, ezután jön a stencilezés. Mint ahogy mondtam, ez egy ilyen vékony műanyaglap, és van egy kis csalafintaság, hogy ne folyjon alá a festék, tehát hogy szép legyen a stencil. Ezzel a sprével a hátoldalát befújtam, egy kicsit ilyen ragadós, tehát hogyha megfogod, így ráragad a kezedre. Ez egy ilyen szilikonszerű spré. És ezt ragasztjuk fel a polcra. Igen. A polc belsejét választottad, hogy oda. És akkor oda ezt odarakod. Távolabbra úgy tűnik, hogy középen van? Szerintem egy picit lehet, hogy mehet még arrébb. Így jó lesz szerintem. Igen. És akkor azt mondtad, hogy ez akkor az olivával, igaz? Így van. Jól portalanítsuk a polcot, mert hogyha nincs rendesen portalanítva, akkor nem fog tapadni rá a stencil. Elfelejtettem, hogy folytatjuk. Lakkozzuk, Attila, lakkozzuk. Elkészült volt. Tehát a, igen, elkészült a feliratozás, és most már csak lakkoznunk kell, hogy időtálló legyen. Igazam van? Igen, én mondtam, hogy sajánfényűt gondoltam erre, de akár vakszolhatjuk is, de egyszerűbb a sajánfényűvel végig. Előtte nem kell egy kicsit még jobban megtisztítani, mert ez egy picit még porosan, úgy én érzem. Hát ha poros, akkor át kell törölni. Te törlőkendővel vagy úgy érzed, hogy poros, akkor inkább töröld át. Óvatosan, hogy a mintát azért, amit vele stencileztél, ha nem száradt meg, akkor azt el ne töröld. Ha az enyém lenne ez a polc, most lenne utoljára letöröld. Egy használhatatlan, ilyen színű bútorból készítettünk némi festékkel egy egészen más funkciójú és más kinézetű bútort. Egyébként az eredetit lehet, hogy lomtalanításkor pont kidobtuk volna, így viszont egészen más dolgokra lehet használni. Berendezem nekünk? Igen, én azt gondolom, hogy amit a múltkor csináltál, határidő naplót itt őrizgetjük, és mi lenne, hogyha ezt raknánk bele? Ha másnak is van hasonló használhatatlan bútor, amit lomtalanításkor így április környékén kilökne, gondoljon arra, hogy kétfajta festékkel mit lehet belőle készíteni. Talán még nem volt ilyen a televíziózás történetében, hogy egy műsorban szerepeljen kínai és ukrán étel. Megtörténik itt ez mind a Weekendben, ugyanis hát folytatjuk a gasztronómiai túrát, kínai és ahogy említettem, ukrán ételekkel folytatjuk. A vendégekek puszi, meg köszönet, hogy eljöttek. Nézzük, hát nem is tudom mit, először talán a kínait. Ha kínai ételről van szó, egyrészt a magyar szereti, most már minden városban vannak kínai éttermek, az ízeket is ismerjük, viszont még nagyon sokan félnek, és bocsánat, hogy megkérdezem, hogy kutyából készülnek az ételek? Nem. De azért látták az arcát, remélem Linek, hogy abszolút felcsillant, hogy úristen, már megint mire kérdezik. Mi az alapanyag, amit használ a kínai? Miket szerettek használni főzésnél? Az mi a szelet, ugye? Pampas, paprikás, csirkán májl, csirkán zomba, az
főleg zöldség, főleg hús, az egyben csinál szósz, fogy már nagyon illata, egészséges. A szószokat hogyan csináljátok? Mert hogyha arra gondolok, hogy ha van mondjuk egy kínai bundás csirkemell, akkor milyen alapanyagokból készül a szósz? Tudod nekem ezt mondani? Igen, bundás csirke, az moked csirke nem bundás. Bundás liszt. Az liszt, tojás, víz. Liszt, tojás, víz, és akkor igen. Azt ízesíted, hogy mondjuk... Szódapor. Szódapor, víz. Szódapor és víz. Szódapor és víz. Aha, összekeverik, ilyen palacsinta tészta félére összekeverik, és abba dobálják bele a csirkemelleket. Mert hogy akinek még nem volt eléggé egyértelmű, Niki azért van itt leginkább, hogy segítse ugye jelenlétét és kommunikációját. Én biztos vagyok benne amúgy, hogy egyre jobban és jobban megy neked a magyar. Ez is érdekes, hogy ugye a csípős és nem csípős kínai ételeket mi magyarok leginkább azért késelvillával esszük, ti pedig ugye pálcikával. Hogyan néz ki ez a pálcika, és hogyan szoktátok használni? Megmutatod ott a szüzet még? Az a kínai ember nagyon szereti, ez a pálcika. Pálcika. Magyarul kis csak. Szét kell törni. És akkor mi a technika? 3-4 új egyszerre játszik, igen. Ahogy látom. És akkor úgy. Megfogod. Hát ez zseniális. Szerintem én még mindig ügyetlen vagyok pálcikával, nem ismerem megmutatni, hogy készülök, viszont van talán az egyszerűbb, az ukrán étel, amihez nem kell pálcika. Nem. Mit tetszett hozni nekünk, Judit néni? Hoztam egy híres ukrán levest, amelyet úgy hívják, hogy borscs. A levesek királynője. És hozzá a nagyon finom pampuskát, amely fokhagyma szószal van lekenve, leöntve. A pampuska az lényegében a kenyeret helyettesíti? Igen, ez egy kelt tésztából készült. Édes vagy sós a tészta? Sós a tésztája. És maga a leves, azt pedig látom, hogy gyönyörű, szép, ilyen vöröses, rózsaszínes színben pompázik, ergo cékla leves? Így van. Ez a leves, a borscsleves, 21 összetevőből áll pillanatnyilag. Igen. 21 féle fűszer, zöldség. A 21. a só. Nagyon finom és laktató. Húslén alapszik a főzés. Feltétlenül kell bele hús. Különböző... Látom, hogy van benne zöld borsó is? Van. Zöld borsó, bab, különböző, ami létezik, mindenféle zöldség, sárgarépa, petrezselyem. Akkor mondhatni, hogy ez nem csak előétel, hanem akár főétel is, mert annyira így laktató. Van, akár egy tál étel is lehet, mert nagyon laktató, pláne ha egy jó kanál tejfellel nyakon öntjük. Én azon gondolkodom, hogy mondjuk ezután egy kínai második már tényleg megkoronázná a gasztronómiai élményeket. Ugye, hogyha mondjuk kínai étterembe megyünk, mindig kérdezik, hogy kicsi adag, közepes adag, nagy adag. Ez most nagy adagnak számít szerintem első ránézésre. Igen, abszolút. Készült egy ilyen nagyon csípős, meg egy nem csípős tál. A nem csípősbe mik kerültek bele? Az alap az a csirke itt is? Igen, csirkemell. Csirkemell. Pampusz. Hagyma az alapja mindegyiknek, és zöldséggel dúsítja fel. Ugye van benne ilyen illatos gomba, sárgarépa, ilyen ceruzabab. Található még benne, és ugye a csirkemell. Mi az echte kínai köret mondjuk ezekhez az ételekhez, vagy nem is nagyon kell már hozzá? Tészta, rizs, vagy mit szoktatok enni hozzá? Hát inkább rizs. Rizs, aha. És azt is gondolom, ugyanúgy hozzátálaljátok, és akkor az úgy már sokkal jobban feldobja az ízeket. Mennyire félnek amúgy a magyarok a kínai csípőségtől? Tehát azért a magyarok is szeretik a csípős ételeket, de mennyire ijednek meg attól, hogy hú, a kínai még jobban kiteljesedik? Igen, nagyon félnek tőle, mert hát jobban szeretik a csípős, tehát a csípősétől is csípősebbet szeretnek. Úgyhogy nálunk általában azért csipősek, de van enyhe csipős is, mert ugye vannak ugye, akik azt szeretik. Úgyhogy akkor a kínaiban is dominálnak a zöldségek, a rizs, a csípős ízek, és vajon az ukránoknál mik azok az ízek, amik úgy majd minden nemzeti ételnél megjelennek? Hagyma.
Hagyma hagymával? Fokhagyma, hagyma, fokhagyma, fekete bors, különböző zöldség, répák, cékla, minden, ami egészséges. Ugye Ukrajna itt van mellettünk, igen, szó szerint majd, igen, hogy nem egy köpésre, mégis azért nagyon sok családtagunk ott van, ott él, vagy régi ismerős, és én amondó vagyok, hogy a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyeiek talán már nem úgy ismerik az ukrán ételeket, mint mondjuk tették azt nagyanyáink, dédanyáink. Biztos. Mik azok az ukrán főételek, még a borcslevesen és a pampuskán kívül, ami úgy ismert és kedvelt? Különböző hús sültek, kacsa, liba, csirke, különböző sertéshúsok elkészítve, a házi kolbász, az viszi a pálmát, és ugye, ami híres, a szalona, az ukrán szalona. Mert az hogy készül? Miben hát sózva, sósan, sósan, meg különböző féle, nagyon finom, nagyon finom. Ezen kívül ugye, mivel rokon körül vagyunk véve sok ismerőssel, rokonnal, hát úgy gazdagítjuk egymás ízeit, ugye az lengyel konyhából jön valami, a magyar konyhából valami, és oda-vissza. Ez ugyanígy működik szerintem a kínai konyhánál is, hogy egymástól is tanulunk, ugye mi is egymástól, igen, is tanulunk. És még ami, bocsánat, igen, ami fontos, nagyon híres a varenike. A varenike, ez ilyen ravioli féle tésztából, és akkor töltve darált hús, burgonya, káposzta, bármivel. Minden jó, minden, ami belefér. Így van, én így köszönöm van, szépen, hogy elfogadták a meghívásunkat. Tartsanak velünk továbbra is, nem sokára jövünk a Weekend második részével. Mi kell, mi kell, mi kell, mi kell.